Sziasztok, Ádám vagyok, a képen pedig a Sony Premium Bluetooth speakert láthatjátok, aminek a pontos típusszáma az SRS BTX50-es. Ez itt látható, ez ugyebár egy 40 watt kimenő teljesítménnyel rendelkező beépített akkumulátoros Bluetooth-os hangfal, viszonylag alacsony, hát egy olyan 10-15 centi a magassága, illetve ilyen lapos kialakítása van. Megnézzük az oldalát, jobb oldalt van zenekapcsoló gomb, beállíthatjuk, hogy vonalbemeneten menjen, vagy esetleg Bluetooth-on, ezen keresztül tudjuk párosítani is az eszközt, amellett, hogy egyébként NFC-t is használták, NFC-vel is párosítható, illetve van egy bekapcsoló gombunk. Tetején van egy hívásfogadó gombunk, amivel használhatjuk esetleg telefonnal kihangosítóként, illetve egy hangerőszabályzó gombunk, itt található az NFC chipünk, valamint egy kis LED, ami jelzi azt, hogyha tölteni kell. Oldala, másik oldala üres, illetve hát ez alumíniumot használ, egészen szép dizájnos szálcsiszolt hatással. Hogyha megnézzük a hátulját a készüléknek, kapunk egy töltőcsatlakozót, ahogy látom, hogy a telefon tudunk esetleg tölteni, ez egy hasznos funkció, van egy reset gombunk, ki tudjuk kapcsolni a Bluetooth-t, van audio in csatlakozónk, valamint tápcsatlakozónk. Pillanatnyilag itt látható, hogy Sony Xperia Z-vel van összepárosítva, erről szól a zene. És tényleg egészen jól hangzik, hogyha felhangosítjuk. Egészen normális, mély hangzása van, és nagyjából egy olyan 7 órán keresztül képes lejátszani a zenét a telefonról, ami tényleg egy nagyszerű élmény nyújt. Ádám voltam, ez pedig itt a Sony SRS BTX500-as Bluetooth hangfal volt, kövessetek minket!